Jó estét kívánok, ez itt a Gyöngyös Ma Televíziunk közéleti magazinja, melynek első részében egy különlegesen, talán rendkívüli beszélgetésre invitálom Önöket, ugyanis közeledik a Trianon, a megemlékezés, az összetartozás ünnepe június 4-e. Mátrafüreden is így lesz ez, de ennek van egy különleges háttere. Itt van velem Bodnárné Hortolányi Katalina megemlékezés szervezője. Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Eláruljuk, hogy mitől különleges ez a mátrafüredi történet, mert igen, ez Önhöz kötődik. A büszkeségem is, meg is kérem, köszönöm. Tessék mondani, miről, mit lehet tudni, mert én tudom, itt van előttem, de önnek, mint értem. Unokának, leszármazottnak azt igen. hiszem, hogy jogos büszkesége ez, és meg is mondhatjuk, hogy ez nem csak legenda, hanem valóság. Ez igen, ez már valóság. Hát zavarba hoz. Na mindegy. Elfogultság nélkül nyilván nem könnyű erről beszélni, de muszáj, hiszen Ön az egyetlen autentikus ember, aki erről beszél. Igen, úgy szoktam mondani, hogy én vagyok az utolsó mohikán a 75 évemmel, akiben még élénken él ez az élmény, mert családom belül én ezt mindig hallottam, a nagyapám egy roppant szerény ember volt, és most, hogy úgy elfogy az út a lábam alól, azért nagyon szeretném feleleveníteni. És a Gyöngyösi TV-nek nagyon köszönöm, hogy a 100. évforduló alkalmából ezt meg is tettük. Van itt egy fénykép. Igen, igen. Ugye ez kutatta, aztán csak kiderült belőle az igazság. Igen, az az igazság, hogy ugye szeretnék a koromra való tekintettel, hogy nem világba beszélek, hanem alapja legyen, és majd 10 évi keresgélés után sikerült ezt a fényképet családon belül megkapni, de hát az ország másik végén lakott az unoka, aki őrizgette. Kik vannak ezen a képen? Ezen a képen, hát ez a kis lányka, ő a nagymama, aki most 83 éves, és még mindig megvan, és az ő unokája az ország másik feléből küldte el. És mitől és különleges ez? Attól különleges ez a kép, hogy itt fölül lehet olvasni, hogy nem soha, ami fenyőből volt kiültetve. Ez Mátrafüreden az északi oldalán volt a pipisnek, akkor még egy majdnem kopasz terület volt, és a nagyapám ezzel szemben a mostani Vörösmarty út 38 számba lakott, mint erdész, ezt kapta a házat, minek na? Harkályház? Nem a Harkályház, hanem szolgálati lakásnak kapta, és abba az időbe, illetve azóta, egészen a haláláig azt a Vörösmarty útszakaszt Gyurnik partnak hívták. Nem csak erről volt ő nevezetes, hogy ő ezt a 30-as évekbe egy fásítás kapcsán ültette, igen, hanem másról is, majd egy következő tévéműsorra de biztos lesz. De a lényeg az, hogy a megemlékezés ez most is meg lesz, és a 100 éves évforduló alkalmából 2020-ban is megtartották ezt. Igen, ennek igen. nagyon fontos momentuma volt mégpedig. Szeretném, hogyha a mátrafürediknek főleg a figyelmét fölhívni, ugyanis nagyon sokan dolgoznak a Mátrának a népszerűsítésén, a felemelkedésén, és hát szeretném azt elérni, hogy állítólag 10 nevezetessége van a Mátrának, hogy jó lenne, ha ez is belekerülne, ugyanis szerencsére az embereket a turisztika felé elirányították, és a Mária úthoz kapcsolódik. Ott kezdődik az egész történet. Jól mondtam, hogy a Harkályházzal igen, szemben van ez. Igen, a Harkályházzal szemben, most is ott lesz majd megtartva, és azért elnézést déli 12-kor, hogy ne zavarjuk a délelőtti, délutáni programokat. Ez pontosan délben, nem túl hosszú, van egy lelkes kis társaság, aki ezt életbe tartja. És akkor tessék már mesélni erről, most vasárnap tetszenek ezt délben most tartani. Most vasárnap, igen. Hogyan és mikor?
Tehát hogyan és kikkel és milyen jellegű megemlékezés lesz ez? Ez tulajdonképpen egyelőre csak az én ismeretségi köröm, azért, mert valamikor mátrafüredi voltam, tehát Mátrafüredről jönnek Zömébe az emberek. Itt találkozunk, beszélgetünk, nem a nagy felhajtás a lényeg, hanem ugyanúgy, mint ahogy egy családba. Valakit elvesztünk, és akkor arra egy évben egyszer legkevesebb illik emlékezni. Hát ez a trianoni megemlékezés is egy ilyen, hogy elvesztettünk valamit, és erre egyszer egy évben emlékezünk. Hát az összetartozás, az amiről összetartozás, szól. És akkor ez a kép pedig ékes bizonyíték annak a valóságnak, hogy tényleg itt a tenyőfákból itt felül van kirakva az, hogy nem soha. És ez volt az az erdészeti ültetés, ami az ön nagyapjának a eseménye, és mint unoka ezt méltó módon szeretné folytatni. Igen. És továbbadni. Nagyon örülök, hogy helyettem is elmondja. Megpróbáltam összefoglalni, mert tudom, hogy érzelmileg elfogultság nélkül ez nem könnyű, de hogy mindenképpen átmenjen az információ. És aki mondjuk először hall róla, aki mondjuk a 100 éves évfordulót, tehát ezt nem látta a tévébe, azért annyit kell hozzátenni, hogy egyszer jöttünk föl a párommal, és a temetővel szembe volt egy ilyen fonott bútorokat áruló ember. Hát én nő vagyok, és kíváncsi, és megkérdeztem, hát mit akar itt vásárt, hát a halottak mellett, hát szóval furcsálottam. És azt mondta, hogy ő Nagyváradról jött, és tudom-e én azt, hogy ott emlékeznek arra, hogy itt ki volt írva, vagy nem soha. És ahányszor Magyarországon jár, mindegy, hogy üzleti szempontból, vagy baráti látogatás, de ő ide mindig eljön, ő itt leheveredik, itt lelki nyugalmát visszaszerzi, tehát ide jön emlékezni, és ő ezt nagy becsbe tartja. Köszönjük hát mondtam, szépen. Hogy igen. Mondom, nekem újságolja, hát mondom, úgy látszik, nincsenek véletlenek. Összehangolták ezt fönt, igaz? Igen, ezt valahol irányítják. Hát mondom, pont az én nagyapám, és akkor ugye beszélgettünk, hogy ő honnan származik, mert a Kékes magazinnak a múlt évi számában nagyon rendesek voltak, hogy a hátoldalán van egy cikk, ahol bővebben leírták az én nagyapám történetét, ugye felvidéki származású Zsolnáról jött, Trianon itt érte, itt maradt, ide nősült, és az egész életét a Mátrának szentelte. Most pedig akkor 2023. június 4-én is megemlékeznek délben erről, és amíg csak lehet, akkor örökül hagyjuk az utókornak. Hát igen, és akkor szeretném, hogy a mátrafürediekkel ambicionálni, ugyanis mondom én a 75 évemmel kifelé megy az a társaság, aki erről még tud. Bízunk benne, hogy most meghallották. Úgyhogy, ha eljön a helyszínre, ott egy kicsit bővebben el tudom nekik mondani. Legyen úgy. Ezt köszönjük az apropót. Szépen, hogy itt volt. Én nagyon köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel. Kedves nézőink, tehát Mátrafüreden június 4-én 12 órakor megemlékezés lesz, és most pedig folytatjuk, mégpedig a Pro Civitate kitüntetette. Maradjanak velünk!